mérlegelt ingatlan vagy pénzpiaci eszköz? Ez az aktuális kérdésem ma, mert ez nagyon sokszor felmerül, és a következő gazdasági fórumomnak az előadóját szeretném erről a kérdésről megkérdezni, János Zsoltot. Mielőtt erre a kérdésre, ami valójában nagyon aktuális, egy választ tudunk adni, azelőtt meg kell egyezzünk abba az úgynevezett kompromisszumba, hogy valójában a tőzsdei termékeket és az ingatlant nem tudjuk összehasonlítani. Tehát, hogyha mégis össze akarjuk hasonlítani, akkor már az árképzéssel ki kell béküljünk. A tőzsdén a részvényeknek az árfolyamát nap mint nap a tőzsde megállapítja. Ezért van egy érték, amit ott látunk. Az ingatlannál nagyon tisztán valójában csak két időpontban van egy valódi árképzés. Az egyik akkor, amikor egy ingatlan megveszünk, a másik, amikor az ingatlan eladjuk. Minden, ami ez a két időpont között történik, az egy beveszélyt érték, mert reálisan az ingatlan nincs kint a piacon. Tehát ahhoz, hogy ezt a kérdést valójában tudjuk vitatni a további részletekbe, ahhoz ezzel ki kell béküljünk, hogy az ingatlannak egy elfogadott árát hasonlítjuk mindig össze a tőzsdén befektetett és nap mint nap értékelt eszközökhöz. Ezek érdekes gondolatok, amiket ön most elmondott, és ezt a következő hetekben folytatni is fogjuk ezt a témát, illetve szeptember 26-án a gazdasági fórumon részletesebben foglalkozunk ezzel a témával is. Köszönöm szépen!